Ünnepi műsorunk elején kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
1848 áprilisában a Magyar Minisztérium 10 zászlói dobozsászát rendelte el, melyet Kossuth indítványozására egyhangulag elfogadtak. A verbaválás azonnal megkezdődött az Alföldön. A honvédnek jelentkezők fólót kaptak, egyfajta zsoldot, hiszen otthon kellett hagyniuk családjaikat. Háromszínű magyar zászló oltalmazásáért.
csúdnak köszönhetően 10 és 10 000 álltak be katonának a hazáért. Csatában induló huszárok bátran néztek szembe az ellenséggel, és a hazáért akár életüket is áldozták. Éle még az Isten, magyar Istenem, vagy haragra gerjedt népének ellene, és elhagyta végképp, hogy rabló, zsivány hal, bérbeszedett csorda égessen, pusztítsa, öldökölje sorba régi kedves népét. Éle még az Isten, az az Isten éle, ki egyus Kánán országba vezérle, mint Izrael hajdan, hozván őseinket fűsnek fellegében, égre felpirosló tűzoszlop képében, véres viadalban. Éle még az Isten, az erős, hatalmas, aki ellenünknek adott diadalmat 100 meg 100 csatákon, aki ujjainkat karthoz egyengedte, nevünket dicsővé, félelmessé tette, széles a világon. Éle még az Isten, ki erős karjával megtartott, megőrzött 1000 éven által egész Istenáját, ki annyi veszély közt nem hagyja elveszni, töröknek, tatárnak, martalékul esni Árpádnak áit. Él még, él az Isten, magyar Istenem, elfordítva sincsen még e népről szemem, s az még, aki régen. Harcra hát magyar nép, Isten a vezéred, diadalmat szerez a te hulló véred minden ellenséged. Rettentő szuronyok fűsben
Himself.